Új, volt egyszer, így DLC-kről volt szó, olvastam egy olyan kommentet az interneten, hogy így a DLC témában, hogy nekem megvolt egy véleményem a DLC-ről, hogyha van egy játék, és arra én kiadok egy bizonyos összeget, lényeg ez mit tudom én, egy 10 000 vagy 15 000 forint környékén, akkor nyilvánvalóan elvárom azt, hogy én megkapjam a játékot, és se többet. Hát szeretnék gyakorlatilag élvezni azt a játékot, amit én megvásároltam magamnak a saját pénzemből. És akkor így jön egy olyan komment, amire abszolút nem számítottam így a DLC témában. Jó, mindenkinek meg van maga véleménye a DLC-kkel, szerintem egy undorító lehúzás, ami apró kis contentek, amiket update formájában is simán bele tudtak volna passzírozni a játékba, így elkérnek így majdnem a játéknak a felét, aztán így, hogyha megveszed, akkor örülhetsz magadnak, hogyha nem veszed meg, akkor úgy érezheted, hogy hiányos a játék, és úgy vetted meg alapjáraton, hogy hiányos. Na mindegy, nem erre akartam kiukadni, hanem magára arra a kommentre, hogy azt mondta az ember, hogy ő úgy tekint a DLC-kre, hogy neked tetszik ez a játék? Az a játék, amit te már egyszer megvásároltál. De igen, nekem nagyon tetszik. És hajlandó vagy érte még fizetni? Mondom, nem. Hogyha egyszer megvettem azt a kibaszott játékot, akkor hadd kapjam már meg azt a játékot. Ez nekem most úgy jött le, hogy ennyi erővel megvetném azt a játékot kétszer is. Hát miért ne? Hogyha támogatni akarom a fejlesztő csapatot, akkor megveszem kétszer, bármelyeket. Nem az, hogy hajlandó vagyok-e többet fizetni, ez így fassága, hogy kitalálta. Na mindegy, hát ízlések és pofonk, de én valahogy ezt a kommentet nem nagyon tudtam hova tenni. Ez így bullshit logika. Többet fizetni egy játékért. Húha, itt van a nagy halacska, ami szeret nagyon zabálni. Most nem véletlenül szaladok annyira előre, mert most már elegem lett a gyűjtögetésből, most így inkább szeretnék fókuszálni arra, hogy több videó legyen. Hú, ez most nagyon harap. Ennyit róla. Jó, akkor vízbe oda nem érdemes beleesni. Tele van harapós halacskákkal. Húgy. Na ja, nekem ennyi a véleményem a DLC-kről. Nehogy már megvásárolok egy játékot, aztán még elkérnek tőlem még plusz a játéknak több mint a felét. Mert egyik legundorítóbb dolog, jó, a Nintendo-t régen pont azért szerettem, mert még a többi konzolnál, meg játékoknál ott volt, hogy kiadtak egy játékot, és akkor ott van a DLC, meg vásárold, meg ilyesmi. És ezt most tojás nélkül hogy csináltam volna meg? Ja, hogy pont így. Így sehogy. Hoppá, hát te mit csinálsz? Már ezt a részt is elfelejtettem. Jézusom. Oké, ez úgy néz ki, nem effektív semmire. Szóval a Nintendónál régen nem voltak ilyen DLC-s fasságok. Pontosan azért szerettem. Mert pont az volt az egyetlen, amire megvettél a Nintendónál egy játékot, és nem kellett DLC-zni. Hát mi a fasznak? Aztán amióta beléptek a következő generációba, a Wii U-val meg a 3DS-re, hát persze, hogy ők is beálltak a sorba, mert miért ne? És egyelőre csak a Hyrule Warriors volt az egyetlen olyan DLC-s ilyen baromság, amire tényleg beruháztam, mert ott az a rengeteg karakter folyamatosan promózás alatt volt, és akkor úgy, hát tökül, megvettem az egészet, gyakorlatilag pakban vettem meg az egészet, az kész volt,
Rohadjál meg! Hát ezt beszoptam. Ja. Ennyi. Elvitték a kölköt. Hülye növény. És elejétől ez az. Mindig is ezt akartam. Ja, értem, szóval te így lövöd ki. Jó. Van még? Kérek. Nyami. Nem? Akkor vissza a feladónak. Jézusom. Ez a Baby Mario, ez úgy marad meg mindenkinek az emlékezetében, hogy üvölt, mint a sakál. Na jó van, fejezzük be ezt a egészet, hogyha nem mennének meg a növények. És akkor nagyon szarul éreztem magamat így a Hyrule Warriors nagy DLC pakkos vétel után, hogy amúgy lesznek még. Ja, oké, jó van. Hát akkor majd azt is megvesszük majd valamikor. Amúgy ja, vagyok annyira hülye, hogy majd meg fogom venni, hát nem most. De így is szarul érzem magam miatta. Ott egy virág, azt felszedem, hogy valahogyan nézzem már ki az a százalékos mutató. 1, 2, 3. Szava. Te is kérsz? 1, 2. Harmadikat azt lőd már ki nekem. Köszi. Még egyet. Jöhet még egy. Jó étvágyat. Na, és itt van a nagy kérdés, hogy merre. Úgy néz ki, hogy ez a kastély ez nagyon tele van növényekkel. Hoppá! Az eddigi egyik legundorítóbb ilyen DLC-s hadművelete a Nintendónak az még a... Hogy a francba hívták, a Super Smash Brothers szériával volt. Na jó van, Baby Mario megint ki fog nyitvanni. Légy szíves, már baszolj már meg. Na jó van, kap be. Ilyen sipákoló idióta. De legalább a checkpoint az megvan. Ez az, kezdj el megint. Ó, de jó. Oké. Okay. Jaj. Miért pont szellemek lökik ki magukból ezeket? Úgy azt nem értem. A szellemek teremtik a sájgályokat? Mi a franc? Az a növény az meg megpördült a saját tengely körül. Az merész dolog. Nem nagyon merek így... Ó, de jó, eltalálom. Az jó. Jó. Mármint így a vízben így nem nagyon merek nagyon úszikálni. Hát van valami nagyobb halacska, aki szereti enni a Yoshikat. Jó van, legalább csillagok meg lesznek. Ó, és itt a vége. Hurrá! De csak azért ilyen rövid most, mert átszaladtam az egészen. Juhú! Megyünk le a csatornába. És valószínűleg a nagy darab piránya plant lesz. Az bizony. Add fel, Yoshi, te kis aranyos. Jó, felejtsd el. Nézzük, hogy nézel ki. Ó, vízi szörny lesz. Nem is rossz.
Szép nagy gyerek. Nagyon kilátszik az a kis pukli ott, az a betapasztott kis izé. Ja, tojás az oda nem jó. És valószínűleg ezekből tudok majd gyártani. Oké, felmértem a terepet, most már nagyon... nagyjából vágom, hogy mit kell csinálni. Csak azt nem tudom, hogy... Hoppá! Igen, rám számítottam. Hogy hogyan találom ezt, azt a tapaszos tucat. Hoppá, hoppá! Ó, értem! A vízen csak így végig siklik az egész. Amint a tojás. Hogyha a vízbe dobom, akkor... akkor gyakorlatilag végig siklik az egészen? Aha! Ó, és nem is kell a vízhez. Nagyszerű! Na, elmagyarázom rendesen. Szóval a víz sodrása az leviszi. És az a kis kiálló pici virág az, nem is akadályozta a tojásnak az útját. Fuck yeah! Na, jó gyors felvétel volt, viszont kevésbé tartalmas, de ez már megszokható volt. Na jó, nem, pont, hogy nem megszokható, mert én általában precízés alapos szoktam lenni, de most kurvára nem voltam, az mert leszartam. Yeah! Igen, az utolsó kettőt már kész voltam. Jaj, nagyszerű, haladunk. Már nincs is olyan sok. Na jó, ezzel hazudok. És tévedtem, mert a múltkor azt mondtam, hogy 5 word van, és marhára nem, mert 6 word van. Úgyhogy most vagyunk készen a játéknak a felével. Yeah! Ja, úgyhogy folytatjuk legközelebb. Okés? Sziasztok!